Havazástól, farkasoktól, medvéktől mentes jó napot kívánok mindenkinek. Itt konkrétan zuhog a hó, nagyjából olyan 20 centi környéke. Nem tudok rá mit mondani, én most azt látom, hogy a húsvéti tojást valószínűleg a Mikulás fogja tojni. Szerbusz, Krisztián! A bánatba! Szia, Fifika! Helló, kedves hallgatók! Hótojás lesz? Hótojás! Hóból gyúrt tojások lesznek? Hótojás lesz, tehát én minden nap azzal kelek, hogy végre biztos mától jön a tavasz, és minden nap azzal szembesülök, hogy nem. Mától ismét havazás, hó, jég, csúszós utak. Borzalom. Hát itt a hosszú hétvége itt is borzalmas volt. Jó, nem annyira, mint ott, gondolom, de azért ahhoz képest a tavaszi jó időhöz, amit előtte belengedett az időjárás, irgalmatlan arcú csapás volt ez a hosszú hétvégi borzalmas idő. De ma, képzeld el, ma kisütött a nap, és egy ilyen zsebkendőnyi kis területre odasütött az udvaron, úgyhogy kiültem egy székbe, és az udvarról dolgoztam már, úgyhogy már itt van, már érzem, hogy itt van, szinte kézzel fogható. Itt egyszer biztos, hogy itt lesz. Azt hiszem, az Indexen volt valami hasonló fölütéssel egy cikk, hogy ma olyat láthatnak, amilyet még eddig nem lesz nap az égen. Jó, Istenem. Zseniális. Ó, mielőtt megkérdezném tőled, hogy mit történt veled, azt szeretném mondani, Fifika, hogy hadarjunk nagyon gyorsan, mert nagyon kevés időm van ma, el kell mennem korán sajnos, úgyhogy gyorsan beszéljünk. Mi történt veled ma? A héten. Befizettem az igazgatás szolgáltatási díjat. Az anyját, a semmire. A semmire. Tehát ezen agyaltam egész végig, hogy hát egyrészt nagyon fáj. Tehát azt azért el kell mondani. Másrészt pedig, hogy tulajdonképpen mire is fizetjük ezt? Tehát, hogy milyen szolgáltatás... Befizetted a védelmi pénzt. De ez tényleg, tehát komolyan mondom, ez jutott eszembe, érted? Hogy megjelennek az ajtóba, és mondják, hogy Giancarlo Giacomo, biztonságban leszel, vagy nem tudom, mondjatok már valami bíztatót, hogy nem veritek szét baseballütővel a likvidjeimet, vagy nem tudom, tehát fogalmam sincs, hogy mire fizetjük ezt a hihetetlen mennyiségű pénzt, és az az érdekes, hogy ezen is gondolkoztam, hogy hát gondolom kell lóvé a három emberre, vagy kettőre, akik egyébként ugye hónapokig nem válaszolnak egy levélre, vagy tehát konkrétan mire, és miért fizetem én ezt, amikor egy írdatlan mennyiségű jövedékkiadó van a likvidbe. Egyébként pedig az egészségügyi intézmények előtt nem állnak sorba azok a tüdőbeteg emberek, akik bizonyítottan egy cigarettától szenvedték el a tüdőbetegségüket. Hát meg azt nem az igazgatási szolgáltatási díjból kéne fedezni, hanem a jövedéki adóból szokás az egészségkárosító dolgok esetében, mint büntetőadó, de megkérdeztem tavaly nyáron, azt hiszem Norvégiában, vagy Dániában, mindig keverem őket, valahol 4000 eurós a regisztrációs díj, és irgalmatlanul sok, ugye, az nem kevés. És igen, megkérdeztem egy ottani elcigist, hogy ez mégis miért, mert hogy nálunk is sok, meg nálunk ráadásul évente sok, hogy mi ez a 4000 euró, és elmondta, hogy az van, hogy náluk azért van az a 4000 euró, egyszeri 4000 euró, hozzáteszem, befizeted a 4000 euródat, és aztán békén hagynak, mert azt vállalja az állam, hogy ezért a 4000 euróért ők egy éven belül az összes létező vizsgálatot, amit neked el kellett végezned, el fogják végeztetni ők is, és összehasonlítják az eredményeket. Na, annak látod, már van tétje. Annak már van tétje.
Na, szóval... De hogy nálunk... Ez így teljesen tökörrugott konkrétan ez a történet. Történet. És hát szinte elnyomta az összes egyébként pozitív élményemet, mert nem tudok másról beszélni, csak arról, hogy megint lehúztak, érted? Megint lehúztak a klotyóba, a francos fenébe. És veled mi történt, Krisztián? Fú, én rövid leszek, velem nem sok minden történt. Pihentem egy nagyot a hosszú hétvégén, meg elkezdtem agyalni a bírósági, következő bírósági beadványon, így a kis puzzle darabok közelítenek egymáshoz a fejembe. És az történt még velem, hogy valami jót is mondjak, hogy nem bírtam magammal, és a hosszú hétvége előtt megleptem magamat egy Legendary Encounters Firefly nevet viselő társas játékkal, és azt teszteltem a hétvégén, és zseniálisan nagyon jó a játék, úgyhogy rettenetesen élveztem még úgy is, hogy egy szám magamba kellett csak játszanom sajnos, mert Kinga rettenetesen készül a szakdolgozatára. Nagyon jó társas játék. Iszonyatosan jó visszaadja a hangulatát a Firefly epizódoknak. Baromi jól megcsinálták. Nagyon odáig vagyok meg vissza. Ennyi történt velem, kérlek. Két apróság, hogy ugye itt nincs hosszú hétvége. Tehát március 15-ét Romániában nem ünneplik még munkaszüneti napként. Sajnos. Tehát itt dolgoztunk ezen a szép ünnepen. Viszont azt láttam, hogy otthon sem volt ez annyira azért az emelkedett hangulatú ünnep, és hogy bátor miniszterelnökünk így befenyítette fél Magyarországot, azért ez kicsit durva volt. Tehát én ilyen régi tanulmányaimból így visszaköszönnek ezek a Rákosi korszaknak a dicsőítő beszédeit, ott, hogy aki nincs velünk, az ellenünk, érted? És akkor két részre lehet osztani Magyarországot. Fideszre szavazók, és esetleg másra is. És a reszkessetek. Igen, és a reszkessetek, mert majd az, nem tudom én, a választások után megtorlás van. Én mondom, csak így jelzem, hogy én úgy érzem, hogy már a választások előtt is engem aránylag jól behatárolt körben torolt meg, illetve minden e-cigarettást jól behatárolt körben már a kormány megerőszakolt, úgyhogy én már így a választások után sem várok ettől többet, mint amit eddig sikerült velünk megtenni. Nekem erről egyetlen egy dolog jut eszembe, te sötétben bujkáló, rémhírterjesztő ellenforradalmár reszkes. Reszkes, igen. Nagyjából ez a... Nem normális. Ez a fölállás, és ugye a Jobbik az, amelyik annak idején azért fölkarolta az e-cigaretta témáját, illetve talán az egyetlen párt, amelynek a programjában még nem győzöm hangsúlyozni, hogy szerepel az elektromos cigarettáról bármiféle anyag is, és egyébként, mint tudjuk, ezt ugye már kitárgyaltuk, hogy rettentően szépen megfogalmazott, és hát jövőbe mutató terveik vannak ezzel kapcsolatban. És Szávoly István a mai napon osztott meg ismét egy e-cigarettával kapcsolatos bejegyzést, amire azért térjünk ki, tehát ne menjünk el mellette szó nélkül, mert én a magam részéről azt a fölemelő címet adtam ennek a bejegyzésnek, hogy bevették a leszarom tablettát, tehát hogy egy éve írt a Szávai István képviselő egy, nem is tudom, minek nevezzük ezt, egy kérelmet. És tényleg nagyon kulturáltan van megfogalmazva,
minden benne. És az azt hiszem, hogy annak az etapnak a zárása volt, amikor sikerült végül is az ízesítéseket megtartani, a jövedékkiadót lejjebb venni, a nullást kivonni a szabályzás alól. Tehát azért voltak pozitív hozadékai is ennek a dolognak. Mondjuk, ha ezt nem tették volna meg a Jobbik a mi javaslatunkra és a Jobbik nyomására, akkor ma nem beszélhetnénk arról, hogy Magyarországon van elektromos cigaretta után töltő forgalmazás, mert ha ezek megmaradtak volna, a kutya nem venne semmit. Tehát ízesítés nélküli likvidek lennének, és a nulláson is ugyanolyan jövedéki adó lenne, mint a nikotinoson, és 70 forint, vagy 75 forint volt, már nem is emlékszem, hogy mi volt a plafon, amire gondolkodtak. Így azt hiszem, az már második kör volt, és ezt így sikerült tényleg az utolsó pillanatban, de ezt mindenki így képzi el, hogy az utolsó pillanatban sikerült ezt így nagyjából megtorpedózni, és hát egy picivel élhetőbb szabályozást kiharcolni. És ennek az etapnak a lezárása kép írta ezt a levelet, amit nem olvasok föl, mert nyilván itt is meg lesz osztva, az Egyesület oldalán is megosztottuk, szerintem nagyon sokan megosztjuk a saját oldalunkon is. Azonban ezt a pici részt felolvasnám belőle, azonban számos probléma vár még megoldásra. A boltok újranyitására még most sincs lehetőség a megfelelő szabályozások hiányában. A szakboltok mellett lehetőséget kellene teremteni az internetes webáruházak üzemeltetésére is, hiszen a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az ágazat forgalmának jelentős része ilyen online áruházakból származik. A webáruházak hiányában egyébként a hazai fogyasztók külföldről kénytelenek beszerezni a készülékeket és a hozzá kapcsolódó alkatrészeket, likvideket. Másik jelentős probléma az e-cigaretta után töltő folyadékot terhelő emmi rendeletben meghatározott évenkénti regisztrációs díjmenek mértéke termékenként 475 ezer forint. A forgalmazók visszajelzései alapján ezt az összeget egy adott termékre vonatkozólag egyszeri díjjá kellene tenni, és mérségelni kellene ennek összegét 200 ezer forintra. Ezáltal a hazai kereskedőket hoznánk előnybe a külföldiekhez képest. Emellett a termékkategóriákat pontosan definiálni kellene, készülékeket egy termékként kellene kezelni, és egy adott készülékre vonatkozó egyszeri díjat kelljen megfizetni. Na, szerintem ebben a kis rövid szösszenetben azért benne van minden olyan, ami még mindig rettentően nyomja a begyünket, és borzasztóan fájó és neurologikus pontja ennek az egész szabályozásnak. Mondj hát valamit. Mondj valamit. Egyet értek. Minden szavával egyet értek igazából. Tehát azt látjuk, azt látjuk, hogy mindenféle igyekezettünk ellenére a trafikokban ott, ahol nem erre speciálisan fölvett személyzetet alkalmaznak, a trafikos személyzet képzettsége, hozzáállása az elektromos cigarettához és az utántöltő folyadékokhoz igen-igen szerénynek mondható, úgy is mondhatnám, hogy szinte semmi. Azok a trafikok, amelyek ezzel különösen foglalkoznak, az azt jelenti, hogy tartanak olyan hozzáértő személyzetet, amelyik tud az elektromos cigarettával foglalkozni, és ért is. Azoknak viszont nyilvánvalóan látszik a forgalmában, hogy nagyságrendekkel többet tudnak forgalmazni, mint azok, akik úgy tekintenek erre az eszközre, mint egy doboz piros Marlboro-ra. Tehát én még mindig várom azt a fölismerést a trafiküzemeltetők részéről, amikor így rájönnek, hogy ez nem fog menni
mancikával, aki képes levenni a polcra egy doboz megnevezett cigarettát, vagy ha nem érti a megnevezést, akkor rámutatás alapján beazonosítja, és körülbelül 10 másodperc alatt befejezi a vevő eladó kontaktust, ez sajnos nem fog működni. És ezért lenne egyébként óriási szükség a szakáruházakra, a webes kereskedés újraindítása pedig mindenféleképpen a fekete piac kifehérítését szolgálná, de hát na, nem látjuk az előgondolkodást ebben a fejezetben. Száva Istvánnak pedig köszönjük az emlékeztető bejegyzését. Egyébként ezt a levelet én is most látom először, tudtam róla, hogy született ilyen, de nem láttam így. Hát igen, annak idején ez egész ígéretesnek indult, és aztán így félbeszakadt tavaly év elején a történet, mert ugye tavaly előtt november-decemberben történtek az utolsó ilyen pozitívnak tekinthető jogszabálymódosítások a témában, és aztán így azóta semmi. Hát láthatjuk, illetve gondolom, hogy nagyban közrejátszik a választások közelsége, és így vannak fontosabb dolgok, mint például Bécsben rettegni, mint ilyen levelekkel foglalkozni. Miközben Bécs ismét a világ legéletőbb városa lett, tehát ez azért annyira gáz, hogy hihetetlen. Ami nekem egyébként föltűnik az egész választási hadjárattal kapcsolatban, hogy mennyire a zsigerekre építenek. Tehát már most semmit nem lehet látni, csak mindenféle migráns videókat a kormány oldalról, és tényleg lépten nyomon, tehát már most ilyen fizetett Facebook hirdetések, Google, mit tudom én, ilyen felugró ablakokban, mindenhol a migráns videók mennek, aminek egyébként 90%-a amúgy kamu. És senki ne értsen félre, tehát én se szeretném, hogyha a szomszédomban nem tudom én, muszlim hívőképpen pokolgépet raknának össze, de ami sok, az sok. Na, szóval választást félelemre építve szeretnének nyerni. Remélem, hogy ezt nem fogja benyelni a magyar választási választó joggal rendelkező magyar állampolgároknak ettől több esze van, de hát ezt most már ki kell bekelnünk ezt a 8-át, mert... És menjetek szavazni. És mindenki menjen el szavazni. És a Comedy Central rettentő jó szavazásra buzdító videókat gyártott. Itt az adásban is. Most a kultúra rovatba fogjuk betenni, mert a videó rovatban én találtam egy jó pofa sztorit, tehát ha meglátod, szemed szád eláll. Matrióska baba, figyelj, tehát ezt azért így elmondom neked. Ül egy nő egy széken. Mondjuk ebből a nőből van, nem tudom én, 200 egy terembe, tehát 200 nő ül széken. Matrióska babát tart karnyújtásnyira a térde tetején, a bal kezében, előtte egy zsebrádió, egy táskarádiónak látszó készülék, és egy ilyen orvosi stetoszkóp van. Most anyag. Tényleg elmesélsz nekem egy YouTube videót, Fifika? Igen, mert szeretem vizualizálni a sztorit, és egy orvosi stetoszkóp van a nyakában. Szerinted mit fog csinálni? Maghasad. Zenélni fog édesapám. Ez japán, tehát Matrióska baba van a kezében, nekem már innentől kezdve kezdett egy picit furcsa lenni a történet, és szemmel láthatóan japán.
mindenki. És ezt ők találták ki. Nem tudom, ismered-e azt a zeneeszközt, hogy teremin? Igen, igen, igen. Na, ez annak egy japán verziója, de hogy miért Matrioska baba, azt nem tudom. Tehát ennek biztos van valami japán... És ugyanolyan földön túli hangja van. Hát hasonló hangja van, de ugyanúgy kell, tehát a kezed távolságával zenélsz konkrétan. És ez náluk valami hihetetlen nemzeti sport. És az a neve, hogy matriomin. Tehát érted? A teremimből megcsinálták a matriomin. És világrekordot állítottak föl, mert nem tudom én hány százan zenélnek egyszerre. Ezen a fölvételen, ha jól tudom, azt hiszem valamelyik lehet, hogy az öröm óda megy. Tehát ilyen abszurd az egész, de ez engem annyira mellbevágott, amikor megláttam, hogy az el nem tudom képzelni, hogy ilyen létezik a világban, de létezik. Tehát ezt tettem be a YouTube videók közé. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Zseniális. Amúgy. Elképesztőek ezek a japánok. Igen, de nem csak a japánok, hanem a magyarok is. Mit csináltunk már megint? Hát kérlek szépen, magyar ökotudatosság került fel az Indiegogóra. Ha hiszed, ha nem. Tippeljél, hogy vajon mi lehet ez? Egyébként, tippelek? Egyébként tényleg zseniális. Igen? Az első, ami eszembe jut, de valószínűleg hülyeség lesz, QNC Nano Next Generációs Víztisztító. Te, hogy találtad ki? Csak úgy jött. Igen, tehát amikor én ezt megláttam, nekem az jutott az eszembe, hogy hát bakkert vízszűrőből, tehát Dunát lehet rekeszteni egyébként. Na de okos vízszűrőből. Hát igen, tehát azért beletették a csavarokat. Ugye egyrészt, ha csak az okosságot nem nézve, hogy mit tud, ugye tud forró vizet csinálni, tud hideg vizet csinálni. Nyilván ez egy hálózatra kötött vízszűrő, és ami engem meglepett, az a szűrőbetétnek az élettartama. És valószínűleg itt jön be az okos funkció, hogy figyeli a felhasználói szokásokat, és ha te mit tudom, minden reggel 8-kor melegítesz, akkor ő már előmelegít, hogyha minden délután 5-kor hideget iszol, akkor már előhűt, tehát csomó dolog van benne, ami tényleg, és jó pofa a készülék, és tényleg nagyon praktikus, látom, hogy egy fél literes poharat is alá lehet dugni, és abba lehet vizet ereszteni, tehát én azt mondom, hogy ez még tényleg lehet is. És ugye mi ebbe az ökó? Hát ebbe az ökó, hogy nem kell ásványvizes palackokkal hazarohangálni és a környezetet terhelni, hanem egy ilyen készülékkel lehet működni. Ami nekem egyébként a vesszőparipám, ugye én valamiért mindig azt szoktam mondani, hogy egy jó minőségű szódavíz többet ér, mint egy rossz minőségű ásványvíz, és ezt az állításomat most is tartom, mert hogy az ásványvizek, attól ásványvizek, hogy hihetetlen magas sótartalmuk van, ami viszont a vesédet terheli, de egy atomra leszűrt csapvíz az nem fog ilyen problémákat okozni. De bájos. Itt összehasonlítják a vízforralóval, meg a mikrohullámos hűtővel, és ilyen bájos elírás angolul, comfort fokozat, a nano az highly comfortable, és a vízforraló need to clean oftenly. És mondom még egyszer, tehát a szűrőbetét az 5700 liter vizet tud tisztítani.
küld üzenetet, vadállat. Küld üzenetet a telefonodra, hogyha szűrőt kell cserélni. Tehát egy csomó olyan jópofa dolog van benne egyébként, ami szerintem abszolút élvezhető. És na, szóval én azt mondom, hogy haj rá, magyarok! Amúgy. Nagyon klafa. És van még egy ilyen high-tech hírünk, és akkor essünk túl rajta. Ez szintén az Indexen találtuk ezt a cikket. Charlie jó voltából, ugye én is olvastam, de nekem nem jutott eszembe, hogy betegyem ide. Az IBM bemutatta a legkisebb számítógépet. Tehát 1 mm-szer 1 mm-es nagyságú. Tehát akkora, mint egy durvább sószem. És ez még hagyján, de ilyen 25 forintba kerül az előállítása, tehát 10 cent, és több százezer tranzisztor van benne, a memóriája SRAM, az energiaellátását pedig fotovoltaikus, vagyis a fény energiájára épült. Tehát rávilegítesz egy zseblámpával, és elkezd működni. Wow. Kifelé a ledekkel és fényérzékelők segítségével kommunikál a külvilággal, és azt állítja az IBM, és valószínűleg ezért tette be Charlie, ugye, mert én egy vénszar vagyok amúgy, hogy legalább olyan erős, mint egy X86-os chip a 90-es évekből, vagyis akár az eredeti Doom is futtatható lenne rajta. Na. Hihetetlen. Szóval azért vannak... És le vagyok petézve, és tényleg ott van egy marék. Igen, marék sós a tetején ott van. Tudod, így kipöckölnél a showba, mi ez a szarítért? Jó, egy komp, egy PC, bocs. Nagyon durva. Nagyon durva. Elképesztő. Hát ez elképesztő. Hát elképesztő, mint ahogy elképesztő az is, amit olvasónk ajánlott nekünk két témát is, két külön, azt hiszem két különböző olvasónk ajánlott ezt a két témát. Az az igazság, hogy mind a kettő volt már eddig is podcastben, tehát most olyasmikről fogunk, csak mondjuk lehet, hogy nem pont erre a történetre kihegyezve. Az egyik az a gyógynövény téma. Ez egyébként trend Európában, hogy, és biztosak voltunk benne ezelőtt két évvel is, hogy előbb-utóbb eljutnak okos emberek odáig, hogy leáztassanak gyógynövényeket propilenglikolba, vagy alkoholba, és annak az alkoholos kivonatnak igen, tehát, hogy utána ugye az alkoholt elpárologtatod, és a visszamaradt majd mindjárt eszembe jut, hogy ezt minek hívják, a visszamaradt smrötyit beoldod a likvidbe. Erről többször beszéltem már, mert én nagyjából 5 évvel ezelőtt voltam ebbe a stádiumban, hogy kipróbáltam egy halomgyógynövényt propilenglikolba áztatva, illetve aztán a legelső az ágyas likvid volt, amiben aztán tényleg volt minden, és aki még emlékszik azokra a nagyon-nagyon régi első találkozókra, azt ilyen fél évig hurcibáltam mindenféle vándor találkozóra. És hát a konklúzió az a következő. Egyrészt a gyógynövények, azok még a gyógyszeriparon belül is ilyen picit fekete lovak. Ugye egy vegyületnek a hatását a gyógyszerészek azok szarrá tesztelik, tehát ugye kezdve a nem humán tesztektől a humán tesztekig és a hosszú távú követésig bezárólag. És most ne beszéljünk arról, hogyha valahol nem így megy, akkor az miért van, de a gyógyszeripari standard az ezt írja elő egy gyógyszerkutatással kapcsolatban. A gyógynövénynek a hatásmechanizmusát sem nagyon ismerjük.
és csak úgynevezett hosszú távú tapasztalatok vannak az alkalmazást illetően, de ezek meg inkább az elbeszélések, vagy nem is tudom, erre van egyébként egy szakszó, ami nagyjából azt jelenti, hogy ezek ilyen meseszintű elbeszélések, ez a hosszú távú népi bölcsesség és tapasztalat alapjára épülnek, és most kezdik majd szépen lassan a gyógyszerészek is, illetve a gyógyszeripar is elkezdi visszafejteni ezeket a működéseket, hogy hogyan is hatnak. És a gyógynövényekkel kapcsolatban még meg kell fogalmazni egy pár aggályt, hogy többek között például azt, hogy honnan származik az adott gyógynövény, mennyire szennyezte maga a környezetbe, mondjuk azért csalánt szedni az egyes, meg a háromas, meg az ötös autópálya széléről, az azért nem annyira menő dolog. Nyilván azért egy csomó korommal, ólommal szennyezett, illetve most már ólommal nem is annyira, de egy csomó korommal szennyezett dolog, és az nem annyira jó kiáztatni, aztán meginni, vagy főleg nem inhalálni. Természetesen vannak olyan ellenőrzött körülmények között előállított gyógynövény kivonatok, tinktúrák, ugye az az alkoholos kivonat, amelyek abszolút használhatóak, és még akár inhalátorokban is előfordulnak. De még egyszer hangsúlyozom, nekem többféle aggályom van vele. Az egyik az, hogy ha és amennyiben ez hatóanyagot tartalmaz, akkor az áztatásos technológia az, amelyiknél nem lehet belőni a hatóanyag tartalmat. Tehát nagyjából senkinek sincs arról fogalma, hogy ebbe mennyi hatóanyag van, és hogy egy, mit tudom én, napi vépelése mennyit juttasz be a szervezetedbe, és az hogy szívódik föl, hol csapódik ki, stb. Stb. A másik az, hogy ezeket nem lehet olyan szinten szűrni, hogy ne hagyjanak nyomot a vattán, a tekerésen, hogy ne égjen rá. Ugye ezt szokták népies szóval azt mondjuk rá, hogy hihetetlen módon tudnak kokszolni. És nincs is ezzel addig baj, amíg az ember önmagán kísérletezik, mert magával szemben mindenki úgy lehet hülye, ahogy akar. De amikor valakik ezt mondjuk elkezdik ilyen zárt csoportokban fölhájpolva, és mondjuk egyéni haszonszerzés céljából előállítani, azzal már több problémám lenne. Nem tudom, te ehhez akarsz-e még valamit? Nem, ez a te asztalod igazából, én erre emlékszem, meg már tényleg sokszor átbeszéltük, soha nem fogom elfelejteni, hogy kokszol, 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 és amúgy sem azt csinálja, mint amit szeretnél. Igen, van egyetlen egy kiút van ebből a csapdából, és mi már ezen évek óta dolgozunk, és igazából nem is akarok én erről többet beszélni, de hogy létezik olyan eljárás, ez az úgynevezett szuperkritikus kivonási eljárás, amikor cseppfolyós szénsavval vonnak ki hatóanyagot a gyógynövényből, mert ott ilyen atompontosan be lehet lőni, hogy az adott gyógynövény alkaloidáiból mi az, amit szeretnél viszont látni a tégelyedben, és mi az, ami nem. Tehát egyrészt az kiszűri a gyógynövényen lévő szennyezésből eredő káros anyagokat, másrészt azt utána atompontosan be lehet állítani, hogy milyen adag kerüljön az adott likvidbe. És ha megfelelő szakértelem van hozzá, és itt nyilván nem magamra gondolok, hanem
mit tudom is én, fitoterapeuta, vagy fitoterápiával foglalkozó szakember mondja meg, hogy ebből a kivonatból ilyen töménységben lehet ebben a likvidben használni, és annak várhatóan ilyen hatásai lesznek, és mondjuk ajánlja is vépelésre, akkor az megint egy másik történet. De azt tudod, hogy akkor ez gyakorlatilag egy ilyen gyógyszerészeti minőségű eljáráson ment. Tehát folyamatos hatóanyagtartalommal tudod, hogy mit szívsz. De ez a kiáztatásos történet, ez annyira nem buli. Mondom, én kipróbáltam mindent, az egyedüli, ami mondjuk egy dohányosnak még kiáztatva is érdekes lehet, az a macska gyökér, mert az ilyen korai kínai likvidre emlékeztet, ami ilyen lábszagú. Ilyen ázott zokni, és ugye az még nyugtató hatással is bír, bár én megmondom őszintén, hogy elgőzöltem belőle egy tartálya, de nem igazán éreztem ennek a nyugtató hatását. Úgyhogy ennyi az én véleményem, még egyszer mondom erről a történetről. Természetesen mindenki úgy lesz hülye, ahogy akar. Én Csak másokat ne hülyítsem bele ebbe a történetbe, mert ennek azért tudjuk, hogy szar vége is lehet. Mondjuk a dohány levél kiáztatástól kezdve a mindenféle más varázsgombákon keresztül. Úgyhogy én ezt abszolút ellenzem egyébként. Tehát nem vagyok ennek a történetnek híve. Na, de végigpróbálgattad rendesen, úgyhogy nem hasonlítésszerűen mondod azt, hogy... Igen. Hogy az házilag leáztatott gyógynövény csak végbélentőségtől. Viszont a következő témát én azt kérném, Fifika, hogy halasszuk következő adásra, mert én egy bulirobbantó tróger vagyok, és tényleg el kell mennem lassan. Hát, kedves hallgatóink, életünk legrövidebb podcastjét hallották. Még már, ha így Krisztián berobbantotta a bulit, annyit azért szeretnénk még mondani, hogy minden támogatónknak köszönjük a támogatását, Charlie-nak a munkáját. Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi szépen, sziasztok!